egymás között is azt mondogatjuk itt a próbák során, hogy ez mennyire jó zene, és méltatlan, hogy eddig nem annyira ismerik a közönség. Nagyon élvezzük csinálni. Számomra egy külön kihívást jelent az, hogy először énekelhetek nagy Verdi bariton szerepet, úgyhogy jó akaróim mondják is, hogy ez nem feltétlenül nekem való, de hát mind kell megtanulni a szakmát, hát olyan dolgokon, ami kihívást jelent, úgyhogy én már augusztusban elkezdtem vele a munkát, úgyhogy megtanultam a szerepet, és folyamatosan gyakorlom, hogy egyre inkább stílusban is, meg hangban is azt az irányt tudjam mutatni, ami elvárható. Már látok valamit, elértünk valahova, de azt is látom, hogy mennyi minden van még, amit még bele lehet tenni. Azt gondolom, hogy a premierre egy nagyon erős előadást sikerül majd megcsinálnunk. Szerintem azt, hogy manapság a rendezések, a rendezők azok nagyon sokszor úgy nyúlnak az ismert darabokhoz, hogy már eljátszották számtalanszor, mindenki ismeri, és ezáltal valami újat kell, hogy mutassunk, ezért fordítsuk ki valamilyen módon a darabot. Ebben az esetben nem ez történik, és ez szerintem külön jó a közönségnek, hogy magát a darabot játsszuk el, és szerintem ez a fajta történetmesélős színház, ez az, amire szerintem az opera kedvelők is, meg akik kevésbé ismerik az operát, azok is vágynak arra, hogy igenis vezessük végig őket azon, hogy mi itt a cselekmény, és magát a történetet játsszuk el, nagyon szép ruhákban, szép díszletekben, úgyhogy ez egy méltó megrendezése lesz a darabnak.